Visszatért Szekszárdra a Philharmonia Magyarország által szervezett utcakoncert sorozat. A zenekar azonban átalakult, és két olyan muzsikus szállt be, akiknek erős kötődésük van a városhoz. Farkas Péter, a Pécsi Egyetem tanára, számos fúvós zenekari vetélkedőben volt már zsűrielnök. A szekszárdi születésű zenepedagógus azt mondja, ha hazahívják, minden körülmények között eljön. Azt hiszem, hogy amikor a kamarazene, részfúvós kamarazene bárhol a világon megszólal, akkor az mindig közkedvelt. Különösen az elmúlt 30-40-50 évben Magyarországon a részfúvós kamarazenekar a nemzetközi sikerek után végre itthon is rendszeresen a koncertlátogató közönségek kedvencei közé tartozik. Most, amikor egy ilyen borzalmas járvány van a világon, külön öröm, amikor olyan helyekre tudunk menni, amikor a karanténbe zárt emberek ablakon keresztül esetleg sétálás közben bele tudnak hallgatni egy pár percet. A részfúvós oktatás olyan, hogy tanárok, növendékek egymással bármilyen fölállásban tudnak játszani. Én nekem most szerencsém van, mert ebben a csapatban most két közvetlen növendékem játszik, azon kívül az egyik szintén szekszárdi kisrác, akinek az édesapjával annak idején együtt jártam Pécset, együtt jártunk a Zeneakadémiára, tehát a papával is kollégák voltunk, ő szintén ugyan ebben az akolban nevelkedett, mert ugyanúgy a Zeneakadémián tanult a kamarazenét, és hát tulajdonképpen ez nem lehet probléma, mert mi 30-40 éven keresztül azt tanítjuk, amivel most bármilyen együttes kiáll, és mi is ugyanazt játszottuk annak idején. Pece Balást alapvetően jazz muzsikusként ismerik a városban, bár klasszikus zenészként végzett. Számára különleges élmény, hogy együtt játszhat volt növendéktársaival és tanáraival. Én egyébként mint klasszikus trombitás végeztem a Zeneakadémián, a jazz az úgy, mint egy hobbi úgy jött az életembe, és nyilván a Szekszárd Big Band és édesapám által. Most itt a Philharmonia Magyarországnak a részfúvós kvintettjével játszunk, és ők az utóbbi hetekben járták az országot. Több helyen voltak, Kaposváron, Barcson, Tapolcán, most hirtelen ezek ragadtak meg, és Beregi András, régi barátom, osztálytársam volt, ő keresett meg, hogy amikor Szekszárdra jönnek, akkor csatlakozni kell hozzájuk, és örömmel mondtam igent. Naponta 6 koncertet játszunk, 5-öt Szekszárdon és 1-et Bátaszéken. Úgyhogy az első két koncert az mint egy főpróba. Főpróbához tudom hasonlítani, és utána szépen összeállnak a dolgok, és minthogyha próbáltunk volna órákat, úgy szól a zenekar. Vasárnap a mentősöknek mondtak köszönetet munkájukért szekszárdi művészek egy a mentőállomáson előadott minikoncerttel. Május 10-én ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ez alkalomból lepték meg őket a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai. 133 éve, 1887. május 10-én alakult meg Budapesten az önkéntes mentőegyesület Kressz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig társadalmi egyesületek kezébe volt, majd 1948. május 10-én megalakult az országos mentőszolgálat, és ezt követően a mentés állami feladattá vált. Mi, akik a Babits Mihály Kulturális Központban dolgozunk, azt gondoltuk, hogy egy mini koncerttel, egy kis koncerttel készülünk, és ezzel köszönjük meg
az alázatos munkájukat a mentősöknek, hiszen hihetetlen nagy szakmai tudással és szolidaritással vannak irántunk ezekben a nehéz időszakokban is, így mindenképpen kulturális élménnyel szerettük volna megköszönni ezekben a nehéz időkben is az ő segítségüket, és nagyon örülünk annak, hogy kiváló szekszárdi művészek közreműködésével tehettük meg mindezt. Egy igen különleges koncerttel készültünk a mai napra, klasszikus zenei csemegékkel, jazzzel, valamint könnyű zenével köszöntük meg a mentősöknek mindazt a szolgálatot és a munkát, amelyet értünk tesznek. Mai nap folyamán zenész, mondhatni kollégáimnak, fellépő társaimtól hallhattunk többek között szaxofon, muzsikát, de komoly zenei mű is elhangzott. Én a mai napra kimondottan egy Máté Péter dallal készültem, egy Darabot a szívemből című slágerrel, mert úgy gondolom, hogy most ez az, ami a leginkább kifejezi a mi hálánkat a mentősök, a mentők napja alkalmából. A Tolnai Dunapart is újra élettel telt meg a hétvégén. Ez a helyszín volt az egyik állomása a Városi Meglepetés Szerenát sorozatnak. A térzene program célja, hogy országszerte rövid szabadtéri koncertekkel ismertesse meg a lakossággal a klasszikus zenét. Bár ez a jelenlegi karanténhelyzetre való tekintettel kicsit átalakult, és főterek helyett lakóvezetekben, parkokban szórakoztatják a járókelőket. Világunkban az embereket nagyon sok inger éri. Egészen gyorsan jönnek az interneten keresztül, a tévé, rádiókon keresztül az ingerek, és most már minden elérhető, és talán a legnagyobb, a legfontosabb kérdés egy település, vagy pedig akár egy társadalmi felsőbb vezetőnek, illetve nekünk művészeknek is, hogy mi az, ami eljut az emberekhez. Tehát eljut nagyon sok minden, és mi a szelektálásban segítünk. Ez a program is ezt teszi lehetővé, hogy az emberek egy kicsikét tanulják meg, jöjjenek újra, hogy mi az a magyar kultúra, mi az a klasszikus kultúra, mi az, hogy nyugati művészet, mi az, hogy európai értékrend, és ezeket a ilyen fontos, sarkalatos kérdéseket próbáljuk meg körüljárni, és ezt visszük el mi is minden koncerten a közönségünkhöz. Nem véletlen, hogy részfúvós együttesre esett a választás, hiszen a településnek népszerű az ifjúsági fúvós zenekara. A polgármester szerint a tolnaiak különösen szeretik ezt a hangzásvilágot. Azt gondolom, hogy ha egy tolnai polgármester lehetőséget lát abban, hogy bármilyen fúvós zenét idehozzon a városba, akkor kutya kötelessége ezt megtenni. Láttuk, hogy máshol hogy működik ez. Tehát a kulturális államtitkárságon keresztül lehetőség van arra, hogy ilyen úgynevezett karanténkoncerteket, vagy meglepetés szerenádokat, kinek hogy tetszik, hívjunk ide. És adódott ez a lehetőség, hogy több helyen is a városba. Tehát itt most nem az volt a cél, hogy egy helyre sok embert vonzanak, hanem hogy lehetőség szerint mindenkit a saját lakókörnyezetén tudjunk egy kicsit megajándékozni azzal, hogy ugye, itt most nem lehet se koncertre, se színházba, se semmi más rendezvényre menni. Próbáltuk ezeket helybe vinni. A közönség mindenhol örömmel fogadta a már rég nem tapasztalt élőzenei élményt.